Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár nyírbogáti sajtótájékoztatóján a többi között elmondta, hogy a kormány a közeljövőben nagy hangsúlyt fektet a fejlesztés politikai kérdésekre, és jelentős forrásokat mozgósítanak azért, hogy Szabolcs megye és ezen belül a nyírbátori kistérség települése is fejlődjenek. Itt a térségben pedig én azt gondolom, hogy voltak települések, amelyek szépen fejlődtek. Ismerjük el, hogy volt időszak, amikor Nyírbátor nagyon szépen fejlődött. Ez kétségtelenül az akkori országgyűlési képviselőnek, miniszter úrnak nagy részt köszönhető. De azt gondolom, hogy egy település csoporton belül mindenkinek kell jusson. Tehát az élni és élni hagyni egyében minden település számára juttatni kell forrásokat. Most sokszor azokat a hátrányokat kompenzáljunk le, amelyek az elmúlt időszakban kialakultak. Próbálunk igazságosak és méltányosak lenni egy-egy döntés meghozatalakor a szakmai szempontok figyelembevétele mellett. Az államtitkár beszélt arról is, hogy 50 milliárd forintos önerő alapot hoz létre a kormány, amelyhez a pénz már rendelkezésre áll, és szeptemberben döntenek arról, hogy melyik települést hogyan segítik. Így Nyírbogáton 360 millió forint az önereje a csatornázásnak. Ehhez fogunk segítséget nyújtani polgármester úrnak, hogy fölgyorsuljon az egész, és mi hamarabb befejezésre kerüljön. 2014-15-ig elvileg Magyarországon minden 2000 fő fölötti településnek csatornázottnak kell lennie. Lázár János bejelentette, hogy a hátralévő időszakban a kabinet munkahelyteremtésre és vidékfejlesztésre szeretné elkölteni a rendelkezésre álló uniós forrásokat.